Krisztus, engedelmes lett értünk, mint haláli, a kereszt haláli. Azért Isten fölmagasztalta, és olyan nevet adott néki, amely fölötte áll minden névnek. A mi Urunk Jézus Krisztus kín szenvedése, Szent János evangélista szerint, az utolsó vacsora után Jézus kiment tanítványaival a Kedron patakon túlra, ahol egy kertbolcs oda betért tanítványaival együtt. De Júdás is, aki elárulta, ismerte azt a helyet, mert Jézus tanítványaival gyakran járt oda. Júdás akkor kapott egy csapat katonát, a főpapoktól és farizeusoktól pedig szolgákat, és kiment velük lámpákkal, fáklyákkal és fegyverekkel. Jézus tudta mindazt, amire elvárt, eléjük mente át, és így szólt hozzájuk. Mit kerestek? Ők ezt válaszolták. A Jézus, a Názáreti Jézus, a Názáreti Jézus. Jézus erre így szólt néki. Én vagyok. Ott állt pedig közöttük Júdás is, aki elárulta, amit te át azt mondta, én vagyok. Meghátráltak és a földre estek. Ő újra megkérdezte tehát tőlük. Mit kerestek? Azok pedig felelték. A Jézus, a Názáreti Jézus, a Názáreti Jézus. Jézus így folytatta. Mondtam már nektek, hogy én vagyok. Ha tehát engem kerestek, engedjétek el ezeket. Így teljesült be, amit mondott, hogy senkit sem veszítettem el azokból, akiket nekem adtál. Simon Péternél azonban kard volt, kirántotta és a főpap szolgájára sújtott, és levágta annak jobb fülét. A szolgának Málkus volt a neve, Jézus azonban rászólt Péterre. Tedd vissza hüvelybe kardodat, ne virítsem ki a kelyhet, melyet az Atya adott nékem. A csapat tehát az ezredes és a zsidó őrség elfogta Jézust és megkötözte, és először Annáshoz vitték, mert ő apósa volt Kaifásnak, aki abban az évben volt főpap. Ő adta a zsidóknak azt a tanácsot, hogy jobb, ha egy ember hal meg a népért. Simon Péter és a másik tanítvány követte Jézust.
Ez a tanítvány pedig ismerőse volt a főpapnak, s így bejutott Jézussal a főpap udvarába. Péter pedig kimaradt az ajtónál. A másik tanítvány, a főpap ismerőse kiment, szólt az ajtón állónak és bevitte Pétert. Az ajtóőrző közben megjegyezte. Talán bizony te is ennek az embernek tanítványai közül vagy. Péter így felel. Nem vagyok. A szolgák és a poroszlók a parázsló tűz körül álltak, és melegedtek, mert hideg volt. Péter is közéjük állt, és melegítette magát. A főpap tanítványai és tanítása felől kérdezte Jézust. Jézus így válaszolt. Én nyíltan beszéltem a világ előtt. Én mindig a zsinagógában tanítottam és a templomban, ahová zsidók mindössze jönnek. És titokban semmit sem szólottam. Mit kérdezz engem? Kérdezd azokat, akik hallották, mit beszéltem nékik. Ők jól tudják, hogy mit mondottam. E szavakra az egyik ott álló koroszló arcul ütötte Jézust, és így szól. Így felezi a főpapnak. Jézus így válaszolt. Ha rosszul szólottam, bizonyítsd be a rosszat. Pedig jó. Annás akkor megkötözve elküldte őt Kaifás főpaphoz. Simon Péter még mindig ott állt és melegítette magát. Újra megkérdezték tőle. Nem, de, egy is az ő tanítványai közül való. Péter tagadta, és így szól. Nem vagyok. Erre a főpap egyik szolgája, rokon annak, akinek Péter levágta a fülét, megjegyezte. Nem téged láttalak evére a kertben. De Péter ismét tagadta, és erre mindjárt megszólaltak a kas. Kaifástól a helytartóhoz vezették Jézust. Kora reggel volt. A zsidók nem mentek be a helytartóságra, hogy be ne szennyezzék magukat, és így megehessék a húsvéti bárhányt. Ezért Pilátus jött ki hozzájuk, és megkérdezte, mivel vádoljátok ezt az embert? Azok így szóltak. Ha nem boldogosz elő, ha nem boldogosz elő, nem adtuk volna őt, Pilátus ezt mondta. Tartsátok meg csak ti őt, és ítélkezzetek róla törvényetek szerint. A zsidók azonban ezt válaszolták. Ítünk semmit sem szabad előtt.
Így beteljesedett, amit Jézus mondott, amikor halálának módját előre megmondta. Pilátus akkor visszament a helytartóságra, maga elé hívatta Jézust, és megkérdezte tőle, e vagy a zsidók királya? Jézus így válaszol, ő magadtól mondod ezt, vagy mások mondták néked rólam? Pilátus erre ezt mondta, vajon zsidó vagyok én? A saját néped is a főpapok adta kezembe. Mit műveltél? Jézus így válaszol. Az én országom nem e világból való. Ha e világból volna az én országom, harcra kelnének szolgáim, hogy ne kerüljek a zsidók kezére. Ám az én országom nem innét való. Pilátus közbeszól, tehát király vagy te? Jézus így válaszol. Igen, én király vagyok. Én arra születtem, és azért jöttem e világra, hogy tanúságot tegyek az igazságról. És mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra. Pilátus erre ezt mondta, mi az igazság? E szavak után ismét kiment a zsidókhoz, és ezt mondta néki, én semmi vétket sem találok ő benne. Szokás azonban nálatok, hogy húsvétkor valakit szabadon bocsássa. Hát akarjátok ő, hogy elbocsássam néked a zsidók királyát? De azok újra kiáltozni kezdtek. Nem ezt, hanem, nem ezt, hanem, Barrabás, 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 Barrabás. Barrabás pedig rabló volt. Erre Pilátus lefogadta és megostoroztatta Jézust. A katonák tövisből koronát fontak, fejére tették, és bíbor színű köpenyt adtak rá. Ezután eléje járultak, és így gúnyolódtak. Üdvözlégy, 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 zsidók királyom! Üdvözlégy, zsidók királyom! És arcul ütötték. Pilátus ismét kiment, és így szólt hozzájuk. Nézzétek, kihozom őt néktek, hogy megtudjátok, semmi vétket sem találok ő benne. Jézus akkor tövis koronával és bíbor köpenyben kijött eléjük. Pilátus azt mondta néki, íme az ember! Láttára a főpapok és a szolgák kiáltozni kezdtek. Feszíts meg, feszíts meg, feszíts meg őt! Feszíts meg, feszíts meg, feszíts meg őt! Pilátus azt mondta, vegyétek át, és ti feszítsétek keresztre, mert én semmi vétket sem találok ő benne.
de a zsidók nem tágítottak. Mi törvényünk van, és a törvény szerint meg kell halljon. Szavak hallatára Pilátus még jobban megijedt. Visszament a helytartóságra, és újra megkérdezte Jézus. Honnét való vagy te? De Jézus nem felelt. Pilátus erre ezt mondta. Nékem nem szólasz, nem tudod én, hogy hatalmamban megfeszíteni téged, és hatalmamban elbocsátani téged. Jézus így válaszolt. Semmi hatalmad nem volna fölöttem, ha nem kaptad volna onnét felülről. És azért annak, aki engem kezedbe hadott, nagyobb az ő bűne. Ettől fogva Pilátus azon volt, hogy szabadon bocsássa Jézus. A zsidók azonban ezt kiáltozták. Ha ezt elbocsátod, vagy a császárban látom, mert mind a szívát királyát veszik. Ellenszegül a E szavak hallatára Pilátus kivezette Jézust. A bírói székbe ült a köves udvaron, melyet héberül Gabbattának nevezne. A húsvéti készület napja volt, a hatodik óra táján, és így szólt a zsidókhoz. Íme a ti királytok! De azok tovább kiháltoztak. El vele, veszíts meg őt! Pilátus megkérdezte. A ti királytokat feszítessem én meg! De a főpapok tiltakoztak. Nincsen királyunk, csak császárunk. Akkor kiszolgáltatta nekik Jézust, hogy keresztre feszítsék. Erre átvették őt és elvezették. Jézus keresztjét hordozva kiment az úgynevezett koponya helyre, melynek Héber neve Golgota, és ott keresztre feszítették őt, és vele két másikat két felül, középen pedig Jézus. Pilátus táblát is íratott, és a kereszt fölét ítette. Ez volt pedig ráírva, a názáreti Jézus, a zsidó királya. A föliratot sokan olvasták a zsidók közül, mert közel volt a városhoz az a hely, ahol keresztre feszítették Jézust. Héberül, latinul és görögül volt írva. Ezért a zsidó főpapok kérték Pilátust. Ne írjad a
azonban ezt válaszolta. Amit írtam, azt megírtam. Jézus keresztre feszítése után a katonák fogták ruháit és köntösét. Ruháit négy részre osztották, minden katonának egy részt. De köntöse váratlan volt, végig egy darabból szőve. A katonák ezért így szóltak egymás közt. Ne vagdaljuk, 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 ne teljesedett be az írás. Elosztották ruháimat maguk között, és köntösömre sorsot vetettek. A katonák így is tettek. Jézus keresztje mellett ott állt anyja, és anyjának nővére Kleofás hitvese Mária, és Mária Magdolna. Amikor Jézus látta, hogy ott állt anyja és a szeretett tanítvány, így szólt anyjához. Asszony, íme a Azután a tanítványhoz fordult, és így szólt néki. Íme a te anyád. És attól az órától fogva, a házába fogadta őt a tanítvány. Jézus tudta, hogy beteljesedett már minden, és azért, hogy az írás valóra várjék, így szól. Szomjazom. Volt ott egy ecettel telt edény, izsopra tűztek egy ecettel itatott szivacsot, és szájához emelték. De amint megízlelte az ecetet, így szólt Jézus. Beteljesedett. És lehajtván fejét, kiadta lelkét. Amen.
A zsidók tehát, mint hogy készületnapja volt, kérték Pilátust, hogy töresse meg a keresztre feszítettek lábszárát, és vétesse le őket a keresztről, hogy ne maradjanak szombaton a kereszten. Nagy ünnep volt ugyanis az a szombat. Oda mentek tehát a katonák, és összetörték a lábszárát előbb az egyiknek, majd a másiknak, akit Jézussal együtt keresztre feszítettek. De amikor Jézushoz értek, látták, hogy már meghalt. Ezért nem törték meg a lábszárát, hanem az egyik katona láncsával megnyitotta oldalát, melyből azonnal vér és víz folyt ki. És aki ezt látta, tanúja lett és tanúsága igaz. Ő tudja, hogy igazat mond, hogy ti is higgyetek. Mindez ugyanis azért történt, hogy ne teljesedjék az írás, csontot ne törjetek benne. És más helyen föltekintenek arra, akit keresztül szúrtak. Arimatiai József, aki Jézus tanítványa volt, de a zsidóktól való félelmében csak titokban kérte Pilátust, hogy levehesse Jézus testét. Pilátus meg is engedte, mire az elment és levette Jézus testét. Odajött Nikodémus is, aki annak idején éjszaka ment Jézushoz, és hozott mirha és aloe keveréket, mint egy 100 fontot. Ők fogták Jézus testét, és a fűszerekkel együtt gyolcsba göngyölték. Így szokás temetni a zsidóknál. Azon a helyen, ahol Jézust keresztre feszítették, volt egy kert, a kertben pedig egy új sír volt, amelybe még senkit sem temettek. Mivel a sír közel volt, a zsidó készületi napja miatt oda helyezték Jézust.